Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Lólépésben szakmagazinban, Gunyácsoltán műsorvezető vagyok. Az előző alkalommal ott fejeztük be a műsorunkat, hogy beszámoltam az NB2 csapatbajnokság második, harmadik fordulójáról bemutattam az egyik megyei csapat játékosának, orosz Robert Fidemesternek egy partiát, most adóságom a törlesztendő, a Tiszavasvári ese egyik legjobb pontszerzőjének, Békési Jánosnak szeretnénk egy partiát, egy korábban játszott partiját bemutatni. Békési Janiról azért is meg kell emlékeznünk, mivel a napokban volt egy szép versenysikere. Egy nagyon nagy volumenű versenyt rendeztek. Október 22 és 25 között egy millió forint összdíjazású nemzetközi verseny volt, ahová még ukrán él vonabeli nagymester is megérkezett és magyar nagymesterek is játszottak. A megyénket összesen négy sakkozó képviselte ezen a versenyen. Az átcsoportban dr. Radics László indult, aki változatosan szokott játszani, van, amikor rendkívül sikeres és rendkívül eredményes. Sajnos Radics doktor úrnak most ez egy negatív szériája volt, nem ment jól a verseny neki, és a mezőnynek a második felében végzett. A C csoportban a Tiszavasvárj egyik játékosa igaz Géza játszott, sajnos a kezdeti biztató eredmények után Géza visszaesett és nem tudott fentebb jutni, nem sikerült díjas helyen végezni. A B csoportban Békési János és Jó magan vitézkedtünk, viszonylagos eredménnyel az ötödik fordulóig két fordulóval a vége előtt még ketten vezettük egy pont előnnyel a mezőnyt, akkor én sajnos a nyertállásomat elvesztettem az időzavarban, János viszont megnyerte az ukrán Mihail Begli elleni partit, ezzel ő egyedül állt élre, és meg is őrizte ezt a pozícióját az utolsó fordulóban is. János ö, Egyedül nyerte a szép pénzdíjat és az óriási kupát, megnyerte a B csoportot, én még éppen befutottam, ö, díjas helyre ötödik helyezést értem el. Jánosról el kell, hogy mondjam, egy rendkívül jó sakkozó, nagyon tapasztalt, több évtizedes sakkozik, már több mint húsz éve. Természetesen érte az állás pozíciós kezeléséhez is, de nem annyira, mint a nyílt állásokhoz, a taktikus változatokhoz. Jánosnak az igazi ereje a nyílt állás kezelése. Az ő taktikai vénája mindig is éles volt, erre szeretnénk egy szép és rövid, tanulságos partit bemutatni, amivel Jánosnak a taktikai tudását tudjuk csillogtatni, bemutatni, másrésztről pedig rá tudunk mutatni néhány olyan ö, saktáblán elkövetett bűnre, amelyektől tartózkodjon a tisztelt néző, amennyiben sakkozni kezd. A partit hajdúböszörményben játszották régen az Elfenbein Bertalan emlékversenyen, János vezette a világos figurákat, d 4 nyitott, ellenfele egy Borsod megyei tanár, Naszári Ferenc volt, aki F5-tel a hollandi védelembe terelte a játékot. A hollandi védelemnek a megítélése... Ö két arcú, volt olyan világbajnok, az én kedvencem Tigran Petroszen, aki azt mondta úgy tréfát, hogy ha az ellenfél holland védelmet akar játszani, nem szabad benne megakadályozni, de voltak ugyanakkor olyanok is, akik a hollandi védelemmel voltak rendkívül eredményesek, ilyen például a szovjet sak pátriárkája, Mihail Moisejevics Botvinnik világbajnok. János c 4 -já folytatta, amire e 6 úgy tűnik, a kőfal változatban megyünk bele, Huszár F3 következett, a természetes fejlődő lépés után, sötét, a futó B4 sakkot adta be. Er, ezt a sakkot ki lehet védeni a huszárral, mégpedig huszár C3-mal is, és huszár D2-vel is. János nagyon helyesen a futóval védte ki, futó C1 D2. Arról van szó ugyanis, hogy sötét állásában az a D7-E6-F5 alakulat miatt látszik, hogy a sötét mezők kissé meggyengültek, ezért a sötét mezőjű futók cseréjét ajánlatos felkínálni. A futócsere után ugyanis a sötét mezők egyik védelmezője a sötét mező futó tűnik el sötét állásából. Sötétbe ütött futó üt D2, amire János vezérrel ütött vissza, és következett Huszár F6. János Huszár C3-at húzott, nem csak azért, Huszár B1-C3, nem csak azért, mert fenyegetett Huszár E4 tempóval előzni a vezért, hanem azért is, mert közismert tény, hogy a partiban, amikor kifejlődünk, a könnyű tiszteket kell először játékba hozni, azok közül is lehetőség szerint először a huszárokat, azok után fejlesztjük általában a futókat, majd felvonulunk a nehéz tisztekkel. Sötét ezek után elsáncolt és világos E3-at húzott, nyilvánvalóan azért, hogy a futóját D3-ra fejleszti, majd oda tervezi azt állítani. Sötét ezek után nem a kőfal változatba ment bele, amiben D5-tel mehetett volna bele, hanem d 6 húzott, ezzel a hollandi védelemnek az illin Zsenevszki rendszer szerű állásába ment bele, következett tehát D6-ra futó D3 ezek után sötét, megint csak változtatott a vitorlán, B6-ot húzott, és pedig ezzel már egy vezérindiai védelemszerű állásra emlékeztet a táblán látható figuraerendezés, világos erre elsáncolt. Sötét a futót B7-re, a nagy átlóra állította, ami szép és értelmes elképzelés. János azonban rátapintott az állás gyengeségére D4-D5-tel. Arról van szó, hogy itt most nem lehet csak úgy hiphop ütögetni, ugyanis hogyha sötét, a D5 gyalogot e leütné, akkor világos visszaütne a C gyaloggal, és erre nem jöhet huszár F6 üt D5, mert futó c 4 végzetes kötést, halálos kötést lehetne létrehozni, meg úgy mellesleg egyébként elgyengült az F5 gyalog is, ezért vezér D7-et húzott sötét. Következett huszár D4, ezzel János megdöngeti a palánkot a világos mezőkön, a huszárral uralma alá vonja az E6 és az F5 mezőket is. Fenyeget többek között huszárüt E6, meg nagyon sok egyéb más minden, ezért huszár E4-jel igyekszik sötét bezárni az állást. Ez nem vezet igazából eredményre, János a futóval leütötte a huszárt, futóüt E4. Természetesen a gyaloggal visszaütötte négyre, és ezek után következett Huszár E6. Nyert egy gyalogot, ö, látható, hogy nyert egy gyalogot. Ö, Világos, itt azonban sokkal többről van szó, nem csak a gyalogról, hanem ha megnézzük, a sötét királyállás egyre inkább nyíltabbá válik, és F3-mal ki lehet nyitni az egyetlen nyílt vonalat is, addig, amíg sötétnek a vezérszányon a bástyája és a huszárja, mint a futója is bezárva tétlenül várakozik. Következett tehát bástya E8, amire F3-mal János kinyitotta a nyílt vonalat, illetve még teret adott a Huszárnak is az E4 pont irányába. Üt F3, és Bástya üt F3. Ezek után ö, következik Sötétnek a patentje, Bástya üt E6, ami azért tűnik értelmes lépésnek, mert a B7 futónak a nagy átlója is feltárul. Üt F6, ő üt E6, vezér üt 6 és erre következett Huszár D5. A minőség áldozat úgy látszik nem adja ki magát, nem sokat hoz a konyhára, ezért következett Huszár A6, amire János bekettőzte a nehéz tiszteket az F vonalon, Bástya A, F1. Sötétnek itt már nagyon ég a lába alatt a talaj, igyekszik elzavarni a huszárt B6-tal, erre azonban óriási meglepetésre kerül sor, rejtőjenősen mondva lenni meglepetés. János ugyanis ütésben hagyta a tisztet, mint az előző adásban is említettem, kezdő gyenges akkozóknak a rutinja az, hogy a megtámadott figurát azonnal elviszik. Vezér F2-t húzott, ugyanis a huszárlépés helyett van sokkal jobb is. Most nem lehet leütni a gyaloggal a d 5 álló huszát, mert arra Bástya F8, Bástya F8, Vezér F8 mattot, méretes mattot kaphatná sötét, ezért kénytelen volt a vezérét visszavinni védelembe, Bástya, illetve Vezér e 8 al Ezzel a, a, két nehéz tisztel sötét őrzi az F8 mezőt, és nem lehet mat kombinációt beadni, de ez csak látszólag van így. Itt ugyanis következett János Bástya F8 lépése, és itt Naszáli tanár úr kezet nyújtott, mert jól látható, hogy az adott állásban vezérüt F8, vezérüt F8, bástya üt F8 után huszár E7 következik, a király kénytelen F8 g 8 ról h 8 lépni, és Bástya F1-F8 mattot kapta. Ezt sötét már nem várta meg, és kezet nyújtott, mert látta a nyerő kombinációt. A Tisza-Vasmári ese másik legjobb pontszerzőjéről, a mostanában rengeteg versenyt megnyerő, három nagy versenyt is megnyerő, Lengyel Lászlóról a következő adásunkban fogunk beszámolni. Most ö, nagymesterek partiját... Ö, tekintsük meg, és pedig két igazi szakmai nehézsúlyú hét következik, Boris Paszki világbajnok, Robert, azaz Bobby Fisher világbajnok jelölt ellen. A most bemutatandó partit Boris Paszki világbajnok, a jövő világbajnokával, a nagyon híres Bobby Fischerrel játszotta 1970-ben a Zigeni Sakkolimpián. A hatodik fordulóban került sor a Szovjetunió Egyesült Államok mérkőzésre. Fischer ekkoriban már régóta hirdette, hogy ő a az igazi világbajnok, ő a legjobb sakkozó a világon, csupán formalitás, hogy Spassky a világbajnok, ez nem fog sokáig így maradni, valóban nem maradt így sokáig, hiszen két évvel később Bobby Fischer legyőzte a világbajnoki döntő spassky -t. Az adott Játéknapon azonban Spassky bebizonyította, hogy igazán erős sakkozó ő, az adott partit megelőzően csupán két döntetlene volt Fischerrel, a többi partit megnyerte Fischerrel szemben, és az olimpia hatodik fordulójában a sakkozók széles közönsége várta a világbajnok és a világbajnok jelölt összecsapását. Fischer olyannyira biztos volt a győzelmében, hogy a tisztelői már egy bankettet is előkészítettek Fischernek a győzelmére, már minden készen állt, minden szervezési feladatot elvégeztek, egyetlen apróság maradt még hátra, hogy Fischer a sötét figurákat legyő, vezetve legyőzze Spaskit. ez az apróság azonban elmaradt Spaski rendkívül ötletes játékának köszönhetően. A Grünfeld védelem centrumképző rendszere került terítékre, amit a 40-es, 50-es években dolgoztak, igazán bár maga a megnyitást már a 30-as években megjelent, tehát következzék a parti D4, Huszár F6, C4, G6, Huszár C3, és itt sötét még D6-tal átmehetne a királyindiai védelembe, itt azonban D5-öt húzott Bobby és erre Spassky világbajnok a centrumképző rendszerbe terelte a játékot. 5D5, Huszár 5D5, E4, Huszár 5C3, Gyalog B2 C3. Az adott állást száz évvel ezelőtt még úgy értékelték a világ vezető sakkozói is, hogy világos, határozott előnyben van, tekintettel arra, hogy egy masszív gyalogcentrummával térelőnyt birtokol, és ezt sötét nem is tudja igazából ellensúlyozni. A modern sakkesz megjelenése után jöttek rá az ilyen védelmekre, mint mondjuk a Grünfeld védelem, vagy az Aljehén védelem, ö, Nimzovicsnak köszönhetően főleg, hogy amennyiben világos megszállja a gyalogjaival a centrumot, az nem jelent halálos veszélyt sötétnek, hiszen aktív tisztjátékkal támadhatja azt, és azzal ellensúlyozhatja világosnak a centrumbeli látszólagos fölényét. Pontosan erről szól Erről az eszméről a Grünfeld Védelem jelen partiban bemutatott centrumképző rendszere, tehát a világos gyalogcentrumot sötét eredményesen támadja. A futót G7-re állítja, hiszen a futó a nagy átlón pásztázza világos állásában a sötét mezőket, amire világos az eredeti, még aljehin világbajnoktól származó futó C4-et húzta. Itt megjegyzem, hogy ismeretes még a futó b 5 is, Rainer knák keletnémet akkori NDK-beli nagymesternek a, a változata volt. Spassky azonban a klasszikus tiszta sakkeszme híveként még a régi aljahíni folytatást folytatta. Hozzáteszem, hogy Spassky sohasem a megnyitási ismereteiről, hanem a rendkívül ötletes, dinamikus és találékony játékáról volt híres. Bobby C5-tel azonnal megtámadta, Spasszki-nak a centrumát, a gyalogot nem lehet leütni, hiszen arra futó C3 és sakbástya következne, hanem a huszár E2-vel kell tartani a D4 pontot. Ezek után Bobby huszár C6-tal egy további tisztet kapcsol be a D4 pont elleni nyomásba, amit futó E3-mal semlegesít Spaski. Ezek után Bobby elsáncolt, és Boris Paszki is elsáncolt. Itt kerül válaszút elé Bobby, hogy melyik folytatást választa. Itt ismeretes még az üd 4 es változat, a futó G4-es változat, régi már azóta nem túl jó hírű a 20 5 ös változat. Bobby ekkoriban az 50-es, 60-as években Samkovics nagymester által kidolgozott rendszert választotta vezér C7-tel, ugyanis azzal fenyeget, hogy 5D4, gyalog 5D4, huszár d 4 után a vezérrel leüti a C4-en álló magányos futót. Ezért kötelező bástya AC1, amire bástya D8 következett. Eddig az állásig az elméletet Vasily vasilyevics Smislov korábbi világbajnok dolgozta ki, aki sötéttel, igen sokat játszott a Grünfeld védelmet, játszott egyébként világossal is eredményesen és itt Spassky eltért a korábban két évvel azelőtt játszott partijuktól. Korábban ugyanis a Santa Monikai versenyen Spassky vezér e egyet húzott, és a végjátékban győzte le Fischert, itt azonban eltért egy másik folytatást választott, H3-at. Gyalog H2, H3. Világosnak a terve az, hogy amennyiben sötét nem oldja fel a centrum feszültséget, például Huszára 5 futó D3, C4, futó C2-vel, akkor F4-gyel indít támadást ö, sötét állása ellen, gyalog F2, F4, F5, és így igyekszik kinyitni az F vonalat, illetve sötét királyállását, ami azonnal nem lehetséges, hiszen H3 nélkül, vagy vezére egy nélkül nagyon. Ö, Erős volna a futó C8G4 kötés létrehozása, és ezzel lefékeződne világosnak a támadása. Ezt oldja meg ezt a feladatot a H3 lépés. Hozzáteszem, hogy tíz évvel később az örmény szovjet Rafael Vaganyan dolgozta ki a vezér D2 lépést is. Az egy másik fő rendszer, itt Szaszki a H3-at választotta. Bobby B6-tal, gyalog B7B6-tal, Utat nyit a C8 futónak, mivel az már G4-en nem jelenhet meg, a futónak értelemszerűen B7-en lesz a helye. A világbajnok F4-jel azonnal megindította a támadását. Ezt a támadást egyébként Antosinról, egy szovjet nagymesterről nevezték elő, alkalmazta először eredményesen. Fischer pedig gyalog E6-tal ellenőrzés alá igyekszik vonni. Az F5 mezőt, ugye amíg a futó C8-on van, F4 nem jó, mert F4, 5F4, 5F4, F4, tehát F4, F5, 5F5, gyalog 5F5, futó 5 f tel nem csak gyalogot nyerne uh, sötét, hanem megoldaná még az F7 pont védelmi problémáit is, ezért Spassky vezér E1-et húzott, hogy jobban fel tudjon majd vonulni a király elleni támadásban. Huszár a 5 húzta Bobby, azért, mert az F4, F5-ös gyalogtámadással tulajdonképpen az F7 pontra kacsint a világos. A támadásban rendkívül fontos szerepe van a C4-en álló futónak is, amennyiben ugyanis F4-F5-tel jól el tudjuk tüntetni az E6, illetve a G6 gyalogot, abban az esetben az F1-en álló világosbástja is, és a C4-en álló futó is az F7 pontra támad, mégpedig gyilkos erővel, ezért logikus a huszár A5, amivel előzi tulajdonképpen Fisher a C4-en álló, az A2-G8 nagy átlón álló futót. Boris Vasiljevics visszahúzta a futóját D3-ra, amire következett F5. Ez egy rendkívül ö, jó lépés, ugyanis ö, ezzel tulajdonképpen úgy tűnik, hogy megállítja sötét a világos támadását, és elmerevíti a centrumot, amennyiben ugyanis Spassky ö, E4, E5-tel válaszolna, akkor állásában nagyon gyengék volnának a világos mezők, a D5, a C4, ez esetben húzhatna Fisher mondjuk C4-et, majd a futót felállíthatná B7-re, a vezér C6-ra, hogy mattal fenyegessen. Spassky ezért mielőtt elvesztené a megnyitási csatát, tehát megnyitási csatát az az, hogy kikerül a megnyitásban előnybe, egy ö, érdekes gyalogáldozatra, egy kockázatos lépésre határozta el magát, G4-et húzott. Spasskyra mindig jellemző volt a kockáztatás, az ötletes játék egy-két gyalog beáldozásáért sosem ment a szomszédba, Bobby erre leütötte a gyalogot, üt E4, Spassky visszaütött a futóval E4, amire Fischer tisztázta a világos pontokat, futó B7. Természetesen nem ajánlatos azonnal leütni a futót, hiszen akkor még gyengébbek volnának a világos mezők söté, ö, világos számára, ezért Spassky huszár G3-at húzta, hogy futóütenéjre huszárütenéj következhessen és erősítse a tisztek helyzetét a centrumban. Bobby ezek után aktivizálta a tábla szélén álló, azaz tacson lévő huszárját is, huszár c 4 megkérdezte, hogy hová kíván elmenekülni a, világos, a világosnak a sötét mezőkön mozgó futója. Ez azért is erős lépés, mert D2-re nem nagyon mehet az esetben, üdd D4, futó sakk következhetne, ezért Spaszki nehéz válaszút elé került, a futóját leadta B7-en, futó üt B7, és vezérült B7. Ezek után foglalkozni kellett a megtámadott futó problémájával, futót F2-t húzott, egyúttal belengetve az E6 gyalognak a leütése lehetőségét is. Fischer természetesen nem adhatta oda az E6 gyalogot, ezért vezér C6-tal megóvta azt, és változatlanul ellenőrzi a vezérrel a világos mezőket, tehát különösen a D5 pontot. Ezek után Spassky vezér E2-vel megkérdezte... Ö, Fischernek a huszárját, hogy hová is kíván elmenekülni, sehová nem menekült el vele Bobby, hiszen egy jól álló huszárt, egy jól álló tisztet a centrum környéki mezőkből elvonni igazán butaság. Fischer feloldotta a D4 pont, pont elleni támadást részben, 5-D4 és következett 5-D4. Ezek után, mivel feltárult a C4 pontonak, a C4 huszának a gyengeség, azt meg kellett óvni, következett B5, és ezek után következik Fishernek az aktivitása elleni támadás, tehát jól látható, hogy nehéz megvédeni a D4 gyalogot. Spassky nem is foglalkozott azzal, nyilván azt gondolható, hogy csak az iskolás fiúk számolják a gyalogokat, huszár el aktivizálta a huszárját, amire következett futó üt D4. Spassky később elmondta, hogy természetesen számításba vette a gyalogvesztésnek a lehetőségét, hiszen Fischernek most gyalogelőnye van, mégpedig úgy kommentálta a dolgot, hogy Fischer nagyon sokszor megszerzi a gyalogelőnyt még akkor is, hogyha objektíve nem az a legerősebb folytatás. Botvinnik világbajnok mutatott rá, hogy Fisher ellen nem szabad gyalogot áldozni, mert hogyha a gyalogáldozattal szemben van egy védelem, akkor Fischer az biztosan megtalálja és a gyalogelőny birtokában nyer. Ekkor azonban még az ereje teljében lévő Spassky világbajnokkal küzdött, futó üt D4-re, Huszár G5 következett, Spassky rámutat az E6 pont elleni gyengeségre, következett futóüt F2 sak, értelemszerűen bástya üt F2, nem a vezért viszi el Spaszki a nyílt vonalról, félig nyílt vonalról, hanem bástyával üt vissza F2-re. Ezek után Fisher megvédi a, az E6 gyalogot bástya D6-tal, amire Spassky tovább fokozza a nyomást, bástya C1 E1-jel vezér B6 szellemes lépést találta a Bobby, mégpedig azért is, mert így kötésbe kerül az F2 álló bástya, és a vezér a funkcióit jól ellátja B6-ról is. Én azt hiszem, hogy talán az A8 bástyát kellett volna még játékba hozni, de hát... Ez csak az én véleményem, hol vagyok én ahhoz, hogy Fischerrel vitába szálljak sakszakmai kérdésben. Ö, nem kritizálni szeretném a lépését. Ö, általános sakkelvek szerint még ugye a nem lépő, még a játékban nem avatkozó A8-pástját is játékba lehetett volna hozni, bár kétségtelen, hogy teljes értékű lépés a vezér B6 is, és nem is lehet rossz, hogyha azt maga Fisher lépte. Spassky ö, a lépésre egy nagyszerű folytatást talál, Huszár e amivel támadja a támadja a bástyát. Bástya E4 következett, és pedig azért is, mert ö, az adott állásban nyomja az E4 pontot, és a Huszár ellépése esetére bástya üt f 4 és is az azaz még egy. Ö, még egy gyalog lenyerésével fenyeget. Spasszky mégis beadta a huszár F6-sakkot, amire király H8 következett. Ez az állás nagyon csiklandós Fischer számára, tekintettel arra, hogy a királya már csak G7-re mehet, és az a huszár nagyon erősé válhat az F6 ponton. Következett ezek után vezérüte 6, amire jött... Bástya D6. Úgy tűnik, hogy veszve van tulajdonképpen az F6-on álló huszár, megtalálja azonban a megfelelő riposztot Spassky. A vezér ellépésére ugyanis fenyeget, Bástya üt F6, Spassky azonban vezér E4 meglepetést tartogatta, itt jön ki, hogy az A8 Bástya még nem avatkozott játékba, fenyegetik azt leütni, azt el kell menteni. Bástya F8 következett amire Spassky egy, hát nekem nagyon szimpatikus lépést tett, G4-G5-tel bebetonozta az F6 mezőn a huszárt. Az a huszár már rendkívül erős, erős és befészkelődött a sötét királyállásba, később még bajok forrása is lehet, ezért Bobby elhatározta, hogy csökkenti tisztserével a világos támadó potenciált, és minél kevesebb lesz a táblán a tiszt, annál kisebb lesz világos támadó energiája, és nyilván abban reménykedik, hogy a tisztelőnyét, ö, illetve már nincs tisztelőnye, az állását a vezérszárnyi gyalogtöbletet érvényesítheti, ezért Bástya D6-D2-t húzta, kihasználva a kötést. Most az F2-n álló Bástya ütésben van kötelező Spasszki-nak az F2 pontot megvédeni, és nyilván nem a vezérrel védi azt, hanem Bástya E1-F1-jel, amire következett vezér C7. Ekkor bástyaüt D5, D2 következett, persze Fischer visszaütött a, a, bástyát, huszárüt D2, és ezek után jött egy metszőpont kombináció, egy, egy nagyon kemény lépés, vezér D4. Spassky elmondta a parti után, hogy Fisher valószínűleg itt még nem értette meg, csak most értette meg, hogy milyen nehéz helyzetbe került. Fenyeget ugyanis mindenféle ö, ellépés, huszár ellépés és a D2-n álló huszár is nagyon rosszul áll, és bástya D8-at lépte ezek után Fisher, aki valószínűleg most értette meg, hogy eddigi támadó állásából megtámadottá vált. Bástya D8-ra, Huszár D5 következett, felfedése sakkot adott Spassky Fischernek, amire G8 jöhetett. Spassky ezek után igyekszik játékba dobni az egyetlen, még nem támadó tisztet, Bástyáját, mégpedig F2-vel előzi a huszárt, a huszárt csak is C4-re lehet elvonni, és ezek után Bástya E2 következett. Azt hiszem, hogy Fischer itt meglehetősen elbizonytalanodott, mert nem nagyon talált igazán jó tervet. Következett Bástya D6, amire Spassky világbajnok keze szinte azonnal villant, és Fischer magába omlott, Bástya E8 következett. Ez egy olyan kombináció, amely vezérnyerést tesz lehetővé, király F7-re ugyanis, mint egyetlen szabályos lépésre, Bástya F8-sak következett, kénytelen leütni Fisher a bástyát, ezek után következik vezér D4H8-sak, majd le tudja ütni Spassky a C7-en álló vezért, és Fisher ezért bástya F8-ra kezet nyújtott. A táblán látható állás egy óriási ovációt váltott ki a Zigerland Halléban, az olimpia helyszínén lévő, mintegy egy 5000 nézőben. A jelenlévő nagymesterek a táblán látható állás után a vásznat valamennyien aláírásukkal látták el, kivéve Fischer-t, aki nem adott ingyen autogramot már ekkor sem. Gratuláltak Spaskinak, aki méltatta ellenfelének Fischer-nek az egyébként kiváló játékát. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!